Hiába az óriási várakozások és a rengeteget költő szurkolók milliói, a szakértők egyetértenek abban, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság nem fogja tudni kirángatni a német gazdaságot az évek óta tartó stagnálásból. A Kölni Egyetem sportközgazdásza szerint a kutatások azt igazolják, hogy a nagy képet tekintve minimális gazdasági hatásuk van a hasonló sporteseményeknek, sőt, akár még mínuszosak is lehetnek. A helyettesítési mechanizmus szerepe fontos. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem feltétlenül költenek több pénzt, csak másképp költik el azt. Míg általában moziba vagy színházba mennek, most a meccsekre, vagy a bárokban költik el a pénzüket, vagy otthon grilleznek. Magyarázta Jonas Froh. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs olyan, aki jól járna. Az UEFA például 1,5 milliárd eurós nyereséggel számolhat, és a társadalom is profitálhat a torna megrendezéséből. Lehetnek nem kézzelfogható hatások is, javulhat az emberek életminősége, növekedhet a társadalmi kohézió és a morál. Ez a hatás különösen nagy volt a 2006-os németországi FIFA világbajnokságon. Vannak olyan tanulmányok, amelyek 800 millió eurós értéket tulajdonítanak a 2006-ban keletkezett immateriális javaknak. És nagyjából ennyi közpénzt kell elköltenie egy szervezőbizottságnak egy hasonló eseményre, mondta Froh. Az EB 10 rendező városából 4 a Ruhrvidéken és a környékén van. Az övezet egykor a német nehézipar központja volt. A szénbányászat és az acélipar 70-es évekbeli válsága óta azonban egyre inkább elmozdult a szolgáltatások felé. A kihasználatlan ipari komplexumok egy részének is új funkciót találtak. A Ruhrvidék átalakulásának egyik emblematikus helyszíne az Esseni Zollverein szénbánya. Az óriási rozsdásodó épületek között ma turisták sétálnak, de a foci fontossága itt is tetten érhető. A környék tele van a helyi csapatok matricáival. Az ideözönlő turistákból pedig a vendéglátósok és a szállásadók biztosan jól járnak. Napi 100-150 fontot költünk, sokat iszunk, jókat eszünk, mondta egy skót szurkoló. A szállodai szobák árai többszörösére emelkedtek az EB idejére. Az elmúlt napokban olyan magyar szurkolóval is találkoztunk, aki egyáltalán nem talált magának megfizethető szállást, ezért végül az autójában aludt.